Nyírkarászon még tavaly ősszel kezdték el építeni ezt a több mint 80 férőhelyes munkásszállót. A megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, Kisvárdai Master Good dolgozói vehetik birtokba hamarosan a hatalmas épületet. Az ilyen beruházások megvalósítását 2017 óta a magyar állam is támogatja. Új vagy meglévő ingatlanra pályázhatnak önkormányzatok, önkormányzati cégek és magáncégek. Az elmúlt 4 évben Magyarországon több mint 6000 új férőhelyet alakítottak ki a program keretében. Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kifejtette, a munkásszállók segítségével a dolgozóknak nem kell ingázniuk, és kényelmes, modern környezetben tölthetik el mindennapjaikat. Talán már munkás hotelnek is lehetne nevezni ezeket a létesítményeket. Ezek olyan feltételeket, olyan körülményeket biztosítanak, ami tényleg alkalmas arra, hogy kipihenjék magukat a dolgozók. 2-3 szobánként 2-3 férőhely, nem arról van szó, hogy a folyosó végén van egy közös zuhanyzó, hanem minden egyes lakóegységhez tartozik saját zuhanyzórész, saját kis konyha, vagyis teljesen egy olyan világban élnek ezek a munkavállalók, mintha mondjuk egy fecskeházban laknának, akár fiatal házaspárként vagy párként. Tehát mindenképpen az a lényege, hogy egy olyan programot, egy olyan segítséget kívánok összeállítani, ami munkaadónak, munkavállalónak egyaránt segítség, és nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre. A program 5. kiírásában újabb 10 településen kezdődik meg munkásszálló építése, amihez az állam közel 5 milliárd forinttal járul hozzá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 település kedvezményezett. A megye székhelyen egy frissen betelepülő nagyvállalat 200 dolgozóját szállásolják el, míg Nyírmihájdiban egy 125 férőhelyes ingatlant alakítanak ki. Nyíregyháza egy igen feltörekvő város, látszik, hogy új beruházók jelennek meg. Nyilván arról is van információk, hogy sok esetben a munkavállalók esetleg apartmanokban, vagy fizető vendéglátásban, vagy bármilyen más formában vannak elhelyezve, de nyilván, ahogy említettem, sokkal nagyobb biztonság egy modern, komfortos munkásszálló munkáshotelben lakni, mint esetleg egy akár gyakran változó helyszínen pihenni. A másik cég pedig egy kisebb település, Nyírmihájdi, akiről szó van. Ott egy 125 fős munkásszálló kialakítása fog megtörténni. A régió egyik legnagyobb munkáltatója nyilván a megvalósító, és itt pedig arról tudok tájékoztatást adni, hogy 50%-os támogatás intenzitás mellett 268 millió forint összegű a kormányzati támogatás. Az államtitkár kifejtette, a befektetők egyre több lehetőséget látnak a keleti régióban. Jól jelzi ezt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Borsod-Abaúj-Zemplénben egy, Hajdú-Biharban pedig újabb 3 munkásszálló épül meg, főként magánvállalatok beruházásai által.